Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Az idei évi költségvetés megtárgyalása volt a fő napirendi pontja a mai képviselőtestületi ülésnek. A 2019. évi költségvetés jól átgondolt és nagyon sok lehetőséget tartalmaz, fogalmazott dr. Áldozó Tamás polgármester. A városvezető kiemelte, az idei költségvetésben a kiadásokat kellő óvatossággal, a bevételeket pedig nagy önmérséklettel tervezték meg, és a költségvetés további mozgásteret biztosító tartalékokkal is rendelkezik. A program elején zárt ülés keretében tárgyaltak a képviselők a városi kitüntetések adományozásáról. A döntés értelmében március 15-én Pápavárosért érdemérmet vehet majd át Müller Anita és Müller Zoltán néptáncpedagógusok. Pápaváros díszoklevele kitüntetésben Bolla Kálmán, a Pápai Huszár Egyesület elnöke, a Fehér Galamb Hospice Egyesület és Gangler László, a Pápai Bázis Repülőtér korábbi parancsnoka részesül. Az ülésen elfogadták a polgármester szabadságára vonatkozó döntést, majd módosították a 2018. évi költségvetési rendeletet. A program fő részében az idei évi költségvetést tárgyalták, melyet elfogadott a testület, a képviselők 9 igen, 2 nem és 2 tartózkodó szavazatával. Ez a 4 képviselő nem támogatta azt, hogy egy olyan költségvetést fogadjunk el és hajtsunk végre, amely a város 752 alkalmazottjának átlagban 13% béremelést tartalmaz 2019-ben. A 13% a nemzetgazdasági 8% fölött lévő béremelés. Nem támogatták azt a költségvetést, amely megközelítőleg 10 milliárd forint fejlesztést tartalmaz. Nem támogatták azt a költségvetést, amely a helyi adók felhasználása körében úgy rendelkezik, hogy minden 5. helyben beszedett adóforintot a pápaiak művelődési és kulturális igényeinek a kielégítésére, kiszolgálására kell fordítani. Nem támogatták azt a költségvetést, amely arról szól, hogy az adóforintoknak ugyancsak egy másik 5. forintját, tehát ugyancsak 500 millió forintot a városgondosság működésére ad, és ezzel az biztosítja, hogy a közterületeink rendben legyenek, és a város üzemeltetés az fennakadás nélkül tudjon működni. Nem támogatták azt a költségvetést, amely legalább 4 intézmény esetén a költségvetési támogatás teljes egészét biztosítja. Én jó szívvel ajánlom ezt a költségvetést a pápaiaknak a figyelmébe és a pápaiak szolgálatára, és azt remélem, hogy idővel az ellene szavazó képviselők is belátják azt, hogy ez a költségvetés ennek a városnak a gyarapodását, az előrelépését szolgálja, de tudomásul veszem, hogy idén választások vannak. Az ellenzéki képviselők Gröber Attila MSZP-s és Süle Zsolt jobbikos képviselő elmondásuk szerint többek között a hitelfelvétel miatt nem támogatták a költségvetés elfogadását. Mi úgy ítéljük meg, hogy ez a hitelfelvétel nem jelent kockázatot a város hosszú távú működésére és gazdálkodására, és a tavaly felvett 1,1 milliárd forinttal együtt is ez a hitel jól menedzselhető, jól finanszírozható, és azok a beruházások, amelyek ebből a hitelből és a hozzárendelt hitel összegénél jóval nagyobb támogatásból állnak össze, ezek a pápaiak számára a hitelszolgálatnál lényegesen nagyobb előnyöket fognak majd jelenteni. A programon elfogadták a Jókai Mór Városi Könyvtár, a Városgondnokság és az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tevékenységéről szóló beszámolókat. A vegyes ügyek között többek között elfogadták a képviselőtestület idei évi munkatervét, döntöttek arról, hogy az önkormányzat vállalja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítását, és megszavazták, hogy a város döbröntei turistaházát a Pápai Platán Kft. Üzemelteti. A vegyes ügyek között döntöttek arról is, hogy az önkormányzat 800 ezer forint támogatást nyújt a Pannonia Reformáta Múzeumnak hangverseny sorozatának megrendezéséhez. Tegnap ülésezett a Tapolca Fői Városrész önkormányzata, amely 3 napi rendi pontot tárgyalt meg. Elfogadták Pápaváros önkormányzatának 2019. évi költségvetésének rendelettervezetét, a Városrészi önkormányzat idei évi munkatervét, illetve a Tapolca Fői Sportegyesület 2018-as évről szóló beszámolóját.
Három napi rendi pontot tárgyalt tegnapi ülésén a Tapolcafői Városrész önkormányzata. A képviselők elsőként egyhangulag elfogadták Pápaváros önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetét, majd a testület ismertette a Tapolcafői Részönkormányzat 2019-es munkatervét. Az előző évekhez hasonlóan az falut érintő ügyekben kapcsolatos intézmények is azoknak a vezetői és szervezeté lesznek meghallgatva. Ugyanígy gondoltuk ebbe az évbe is, mint az elmúlt években volt. Így többek közt a MÉK ERT, a Városgondnokság, a helyi óvodavezető, a falugondnok, a sportkör, a kertbarátkör, az énekkar, a tornásszakkör és a szociális intézmények képviselői fognak beszámolókat tartani a település részen végzett munkáról az üléseken. A tavalyi évben a testület 400 ezer forinttal támogatta a Tapolcafői Sportegyesületet, az ő beszámolójukat is a tegnapi ülésen fogadták el. Eleget tett a sportkör a beszámolási kötelezettségének, a tavalyi évben adtuk nekik támogatást, és ennek értelmében ők egy beszámolót tartanak, és ezt a beszámolót, ahogyan átnéztük a kiküldött anyagot, mi elfogadhatónak tartjuk. A sportkörnek a működési költséghez adunk támogatást, tehát tulajdonképpen a játékvezetők, a pályának a minősítése, és egyéb ilyen költségekre adunk támogatást, és erről adnak egy elszámolás, pénzügyi elszámolást, amit számlákkal bizony igazolnak, hogy mire költötték. A tegnapi naptól egy új laptoppal bővült az az eszközpark, amelyet a Tapolcafői Egyesületek, csoportok tudnak használni az összejöveteleik, fellépéseik során. A részönkormányzat egy új laptoppal támogatja a helyi működő csoportok, akik ennek a laptop segítségével a programjaikhoz zenei aláfestést tudnak készíteni, esetleg ilyen minden szükséges technikai feltételt tudunk adni, mivel ugye egy tévét már vásároltunk korábban, magnónk is van, most kell egy laptop, aminek a segítségével a napi vagy egyéb programokat kivetítőre, vagy akár más adathordozóra fel tudjuk tölteni. Az ülésen a képviselőtestület kérdésére Molnár István városfejlesztési osztályvezető elmondta, idén egy nagy beruházás indul a település részterületén, amelynek elemei a Tapolcafői vízbázis védelmére kialakított csatornarendszer és a Forrásfő utca csapadékvíz elvezetési problémáinak a megoldása. Még a Slagból is zene szólt a Szavária együttes koncertjén a JMSK-ban. Az ifjúsági filharmónia sorozatban ezúttal a szombathelyi Részfúvós kvintet kalauzolta végig a diákokat a zenebirodalmában. Kis túlzással évezredeket ívelt át a koncert, hiszen az ősember első fúvós hangszere is megszólalt, s néhány klasszikus darabot követően a kerti locsolócső is jó szolgálatot tett Williams Farrell Happy című dalában. Ilyen az, amikor a kerti műanyagcső szakértő kezekbe kerül, igazi hangszer válik belőle. A szombathelyi Részfúvós kvintett tagjai régóta dolgoznak együtt, közösen találták ki a műsor koncepcióját. Együttesünk az a Szavária Szimfonikus Zenekar tagjaiból alakult. Tehát a Szavária Szimfonikus Zenekar a Szombathely Város Szimfonikus Zenekara. Mindnyáján öt zenélünk, és ez a Részfúvós kvintett felállás, ez egy igazán hagyományos zenei formációnak mondható. Nagyon sok mű íródott direkt erre, nagyon sok átirat készült rá. A szombathelyi részfúvósok harmadik éve vesznek részt az ifjúsági filharmónia sorozatban. Ebben az évadban Veszprém megyét járják be műsorukkal, melyben zenével és humorral hódítják a közönséget. Jó dolgok ezek az ifjúsági koncertek, mert itt legalább valóban minőségi és minőségi kultúrát, minőségi zenét kapnak. De nem mindegy, hogy hogyan szólítjuk meg őket. Mert ha csak bejönnénk és eljátszanánk egy-két szép darabot, szépen ugyan, de mégis talán kicsit unalmasan, az nem fogná meg őket. Mi igyekeztünk a műsorunkat úgy összeállítani, olyan összekötő szövegeket beletenni, olyan jeleneteket beletenni, amik viccessé teszik azt. Ezáltal talán egyrészt jobban is rögzül a mondandónk, amit szeretnénk, másrészt hát szórakoztatóbbá teszi, kicsit felturbozza a zenét. Az idei évad ifjúsági filharmónia bérlet sorozatának harmadik koncertje márciusban lesz. Az lesz majd a záró alkalom.
2019-ben február 15 és 17 között ismét számos kulturális központban és művelődési házban várják érdekes programok az érdeklődőket a kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat részeként. A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ is csatlakozott az országos kezdeményezéshez. Pápán ezen a hétvégén február 15 és 17 között kínálnak változatos programokat minden korosztálynak. A Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű rendezvénysorozat programjai Pápán idén is három napon át várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. A Magyar Népművelők Egyesülete minden évben meghirdeti a Kultúrházak éjjel-nappal című programsorozatot, mely egy országos rendezvénysorozat. Az idei évben minden nap értéket adunk címmel, ez a jelmondata az idei programsorozatnak. Az országos rendezvénysorozathoz intézményünk minden évben csatlakozik, hiszen fontosnak tartjuk megmutatni, hogy a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központban és intézményegységeiben egész éven át nagyon sokszínű, sokrétű programokkal találkozhatnak az érdeklődők. Február 15-én pénteken a színház épületben egy érdekes kiállítás nyílik. Pap Tíme a kavicsokból és kövekből készít rendkívül beszédes, különleges hangulatú képeket. A tárlatot Bruti, a stand-upos humorista nyitja meg. A program sorozat keretében lesz több közösségi alkalom is. Több közösségi programunk lesz, bemutatkozik a Pápai Társas Játékos Klub, amely egy újonnan szerveződő lelkes csapatból álló klubunk a Huszár Közösségi Házban. Ugyanitt lesz a Pápai Nyugdíjas Egyesületnek szintén egy farsangi közösségépítő programja, amelyet minden évben hagyományosan megszerveznek. De ez már szombat délután várja az érdeklődőket. Délelőtt ugyanitt pedig még a szudoku és keresztrejtvényfejtők mérhetik össze tudásukat. A vasárnap a legkisebbeké, a családi nap a farsang jegyében telik. A Kultúrházak éjjel-nappal című programsorozat keretében szervezzük meg farsangi családi délutánunkat Maszkabál címmel, melynek a színházépület ad otthont vasárnap 14 óra 30-tól, ahol jelmezes felvonulás lesz, a Bobita zenekar koncertje, kézműves foglalkozások, és még a babákat is várjuk, hiszen babaszőnyegen nagyon sok játékkal várjuk a legkisebbeket. A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ dolgozói bíznak abban, hogy gazdag program kínálatuk sokak érdeklődését felkelti, így minél többen részesei lehetnek a Kultúrházak éjjel-nappal eseményeinek. Híreink után jön az időjárás jelentés. Pénteken mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de időnként felhők takarják majd el a napot, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Reggel elsősorban a Dunántúlon és északon találkozhatunk párás ködös körzetekkel. Nyugaton élénk lehet az északi szél. Hajnalban -3 és +3, délután 6 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, nem lesz fronthatás. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék majd holnap is a híradót, mi várjuk Önöket, viszontlátásra!